Nagyon szépen köszönöm, Johanna, hogy eljött. És Köszönöm. hogyha egy dalszöveggel kezdeném ezt a beszélgetést, akkor biztos, hogy mindenféleképpen úgy kellene kezdeni, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Mert hogy tulajdonképpen az időmérleg konferencia leginkább vagy azzal is foglalkozik, hogy a napi időfelhasználás vagy időbeosztás, ez hogyan történik, akár itt, akárhol, akár máshol a világban. De ez, hogy időmérleg, ez tulajdonképpen mit jelent? Az időmérleg egy olyan nemzetközi harmonizált módszertanú felvétel, amit gyakorlatilag most már a világ összes országában lekérdeznek. Abban a jó helyzetben vagyunk, hogy ez 1900, hogy időmérleg nagyhatalomnak nevezhetjük magunkat tulajdonképpen. Az 1960-as években egy magyar szociológus, kutató dolgozta ki az időmérleg módszertanát, Szalai Sándor. Azóta ez a módszertan szinte változatlan, és mindenki ezt használja. Miről szól az időmérleg? Az embereknek egy 24 óráját kérdezzük meg, nem csak azt, hogy mivel foglalkoznak, nem csak azt kérjük, hogy pontosan mikor keltek fel, mit csináltak ezután, percre pontosan kérjük az adatokat, hanem hogy kivel együtt töltötték az idejüket, hol töltötték az idejüket, milyen párhuzamos tevékenységeket végeztek. Beleértve sportot, mellette. Szórakozás, mozinézést, mindent. Tévénézést, mindent. Teljes aktivitási skálát kérdezzük végig, több mint 1000 aktivitási kódunk van, hogy le tudjuk kódolni az embereknek az egy napját, az időtöltését. Ez így teljesen érthető, de ilyenkor rögtön felmerül a kérdés, de előbb még kapcsolódnék az egészhez, mert úgy tudom, hogy 2 évvel ezelőtt Szöulban kapta meg Magyarország a rendezés jogát, csak erre jutott eszembe, hogy nagy hatalom vagyunk. Hát, hogy ez minek tulajdonítható, vagy minek köszönhető, lehet, hogy azért, mert mi kérdezünk a legjobban, de ilyenkor mindig felmerül a kérdés, ahogy az előbb elkezdtem, hogy egyáltalán milyen minták vannak, mert az nem mindegy, hogy most 10 embert kérdezünk meg, vagy 1 milliót. Igen, visszatérve, igen, 2 éve Szöulban sikerült elnyerni India elől a rendezésnek a jogát, akkor nyertem meg, hogy a 40. időmérleg konferenciát, ami egy jubileumi időmérleg konferencia lesz az idén, emlékezve az első időmérleg konferenciára, amit Magyarországon rendeztek, ez a legelső, és azóta nem volt egy sem. Kérdésére visszatérve, óriási mintával dolgozunk. 10 évenként készítünk időmérleg felvételt, ugyanúgy, mint a népszámlálásokat, hiszen az időfelhasználási stratégiák azok ilyen mamutlábon mozognak, nem változik olyan gyorsan az időallokáció struktúra. 40 000 időmérleg naplóval dolgozunk, minden felvétel alkalmával. A legutóbbi egy kicsit kisebb minta volt, ott összesen 8-10 000 naplónk volt, csak ez 2009-2010-ben volt a legutóbbi. És ez nyilván a társadalom minden rétegét érinti, szóval a 18 évestől a 60-ig, vagy akármeddig. És nyilván a foglalkozásra. Abszolút reprezentatív a minta, nemre, korra, iskolai végzettségre, foglalkozásra nem szokott reprezentatív lenni, de annyi reprezentatív szempont van mögötte, hogy tulajdonképpen arra is. Ilyen. Na most nem hiszem, hogy újdonságot mondok azzal, hogy az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy mennyire kell vigyázni az adatainkra, és mindenféle kibermegmozdulások és phishing már angol szóval, szóval adathalászokról beszélnek, és ez nagyon tényleg félelmetes napokat élünk, de akkor ez a fajta felmérés, amit önök csinálnak, ez egyrészt mennyire önkéntes, másrészt mennyire ilyen értelemben titkos, szóval, hogy biztos, hogy nem élnek vissza senkinek az adataival. Teljesen önkéntes. Csak a népszámlálás és a mikrocenzus, ami kötelező felvétel Magyarországon. A mintába kerültek, azok teljesen önkéntesen vállalják a felvételben való részvételt. Több szempontból is tudjuk biztosítani, hogy az adataik nem kerülnek át semmilyen adathalász céghez. Egyrészt egy applikáción keresztül is ki lehet tölteni, ahol ilyen kis pop-up-ok jönnek fel, és a kérdezőbiztosokon keresztül is tudnak a adatot szolgáltatni nekünk. Ez 24-e és 26-a között lesz ez a konferencia, de akkor konkretizáljuk egy kicsit arra a dolgot, hogy én azért hoztam szóba az alvást, nem véletlenül, hiszen ilyen kutatás is van, hogy az utóbbi évtizedekben mennyire változtak a szokások? Most nem úgy értem, hogy ki alszik többet, a dán, a lengyel vagy a magyar, de ez a bizonyos 8 óra munka, ez meg a 8 óra pihenés, szóval ez már abszolút nem így van, ha jól tudom, hanem nem mindegy, hogy valaki 3 órát alszik, vagy 13 órát. Mit mutatnak a felmérések?
Az alvás tekintetében tényleg nagyon izgalmasak az adataink. Nem hiszem, hogy meglepetést okozok azzal, hogy az alvás idő hossza gyakorlatilag változatlan. A 80-as évek közepétől nézzük nagyjából ezeket az adatokat, és azt látjuk, hogy 8,5 óra az átlagos alvásidő. Ami az ideális is. Ami az ideális is nagyjából. 5 óránál kevesebbet körülbelül a társadalom 5%-a alszik. Ők kifejezetten a stresszesek, az időhiányosak. Meg a bagoly típusok. Meg ők talán, igen. Viszont nagyobb változást látunk már az elalvás és az ébredés időpontjában. Ez különösen izgalmas most az óra átállítás kapcsán. Ami vélhetőleg és nagyon sok a körülmére megszűnik. Reméljük, igen. Tudok érvet hozni amellett, hogy miért jó az, hogyha tovább van világos, ugyanis mi azt látjuk az adatokból, hogy a 80-as évek közepén az elalvásnak az átlagos időpontja az 10 óra előtt 10 perccel történt, és most a legutóbbi adatok 2009-2010-es adatok szerint ez már majdnem 10:30, az átlagos elalvási idő. Az ébredés időpontja ugyanígy egy jó fél órával eltolódott, vagyis míg a 80-as évek közepén átlagosan 6 óra 20 kor keltek fel az emberek, most az átlagos ébredési idő az 6 óra 45. Hát igen, és azért sem mindegy, ezt gondolom, mert az a bizonyos mély alvás az nagyon fontos, és akkor nem mindegy, és ezt kavarja meg az időátállítás, de hát ez egy másik téma most, mert erről már elég sokan és elég régen tárgyalnak mindenhol, most talán már dűlőre jutunk. A másik, hogy amit mindig néznek, hát ugye alvás megvolt. Munka. Mennyit dolgozunk? Most függetlenül attól, hogy férfiak vagy nők, úgy általában. Hát az átlagos adatokat azt most hirtelen nem tudom önnek megmondani. Azt nem megmondani, csodálom, mert nem biztos, hiszen hogy... Hiszen társadalmi csoportonként rendkívül különböző, függően attól, hogy az idősebb korosztályt, a nyugdíjasokat nézzük, vagy az aktív dolgozókat nézzük. Összességében azt tudom mondani, hogy az éves időfelhasználásunkat tekintve a munkára az időnknek ugye 10%-át fordítjuk fizetett munkára. Igen. Ezzel szemben a fizetetlen munkára, vagyis az otthoni munkára, a háztartási munkára 14%-át fordítjuk a teljes időnknek. Pedig az is munka. És az is munka bizony, és a konferencián is rengeteg olyan szekció és előadás lesz, ami a nem fizetett munkával és a nem fizetett munka értékével foglalkozik. Most ebbe beleértjük azt is, hogy a házi asszony és a házi munka és a takarítás és minden, mert hogy munkának számít, akkor egyáltalán nem biztos, hogy akkor ő, mert a munkahelyén eltölt x órát, hogy akkor azzal le is járt minden, hanem akkor folytatja és csinálja. Most ezt azért hozom szóba, mert nagyon sokan azt mondják, főleg azok, akik úgy látják, hogy Magyarországon a magyar emberek sokkal többet dolgoznak, mint máshol, mert éjjel, nappal, mellékállás, harmadállás, és aztán én olvastam egy olyan kimutatást, hogy az angolok azt mondták meg a dánok, hogy ez egyáltalán biztos, hogy így van, lehet, hogy a magyarok nem dolgozzák a legtöbbet. Sokféle összehasonlítás van nemzetközi szinten. Ezekről azért nehéz nyilatkozni, mert más-más módszertan persze, mögötte. Persze, hát azt tudom. Mi úgy látjuk az adatokból, hogy a magyarok tényleg sokat dolgoznak, tehát hogy arányait tekintve, meg az időfelhasználási allokációt tekintve magas a fizetett munkával töltött óráknak, illetve perceknek a száma. De a nem fizetett munkái még magasabb, abban viszont magasan vezetjük, az európai átlag fölött vagyunk. Szórakozás. Most ez alatt nem azt értem, hogy a felmérések szerint átlagosan hány órát töltünk mi magyarok a televízió készülékek előtt, nagyon sokat. Igen. Szóval nem tudom, lehet, hogy Amerikában többet, de ez nem biztos. De mi nagyon sokat, és ez legalábbis szerintem sajnos már a gyerekekre is vonatkozik, akár az általános iskolásokra. Ez mit mutat itt a korábbi tapasztalatok alapján? Emelkedik. Még mindig? Ahelyett, hogy színházban, még moziba mennék. Igen. Emelkedik. Ami igazán izgalmas ezekből az adatokból, az talán nem is maga a mennyiség, hogy mennyi időt töltünk a tévénézésen, hanem a ritmusa. A tévénézésnek a ritmusa, amit úgynevezett tempogramokon szoktunk ábrázolni, vagyis egy kis koordinátarendszerben felrajzoljuk, hogy 5-6-7-8-9 egészen éjfélig az emberek hány százaléka foglalkozik az adott tevékenységgel. És azt látjuk, hogy délután 3-4 órától kezdve, hogy szivárgunk ki a munkaintézményéből, és megyünk haza, bekapcsoljuk a televíziót, és egészen egyedülálló módon, összehasonlítva az európai országokkal, este 8-9-kor több mint fele a magyaroknak tévét néz. Hú, hát ez inkább a 60%-ot közelítjük.
Az nemre, korra. Igen. Van függetlenül. Az egy másik műsor témája természetesen, hogy mit néz. De azt nem tudom, ezt, sajnos, ezt nem is kérdezem, azért mondom, ez nem, az egy másik műsornak a témája, nem mindegy, hogy mit nézünk, de az egészséges életmódhoz ez arról jutott eszembe egyrészt, hogy az élet ritmusa, és tudom, hogy annak idején jó néhány évvel ezelőtt született is egy olyan mű, amiben Johanna is természetesen ott volt, és az élet ritmusához hozzátartozik az is, hogy hogyan és milyen minőségi életet élünk. Természetesen most a mozgásra és a sportra is gondolok. Mutatnak-e itt valamit az indexet, hogy éppen valamelyik nap hallottam, hogy Magyarországon most már elhízott nemzetnek számítunk, sajnos, szóval sport. Szabadidő tevékenység, inkább így mondom. A sportot külön ki szoktuk emelni a szabadidős tevékenységek közül, pontosan azért, mert hogy kutatási szempontból is rendkívül érdekes, hogy mennyire sportolnak a magyarok. Azt kell mondanom, hogy nemzetközi összehasonlításban valahol a lista vége felé kullogunk. És amíg azt látjuk ezekből a tempogramokból például, hogy az olaszok este 6-7-8 körül 10-15-20%-uk sportol, és nem tévét néz, ott itt látjuk a különbséget, nálunk inkább a tévénézés felé tolódik el. Viszonylag alacsony arány mutatható ki az időmérlekből. De ebben az a szomorú tulajdonképpen, lehet, hogy csak én gondolom így, de nem hiszem mások is, hogy tulajdonképpen lehetőség van, mert itt most nem arról van szó, hogy mindenki vegyen egy jó futócipőt és szaladgáljon, hanem tényleg adottak a lehetőségek, itt most már nincs az, hogy milliókba kerül, csak egyszerűen, ez most mondhatom én azt, hogy a magyar mentalitás, lusták vagyunk? Én nem fogalmaznék így. Jó, ilyen durván nem. Jó, nem bocsánat. Fogalmaznék így. Én azt gondolom, és azt látjuk, hogy ez a felgyorsult világ, ami körülöttünk van, a virtualizáció, a network alapú világ, ez olyan mértékben megsokszorozza az életstílus alternatívákat, és egyben köt minket a képernyő elé, ami az egyéni szociokulturális preferenciák mentén dől el az, hogy ki mit választ ebből. Igen. Mert hogyha kikerül a kerékből, akkor alul informált marad, legalábbis úgy érzi, és minthogyha vesztene. Így van. Pedig és nem a sport az elsődleges. Igen. A másik dolog, hogy lezajlik ez a konferencia, jó sok helyről jönnek, és utána mi történik? Lesz-e valamilyen anyag, ez megjelenik, valaki ebből profitál, valaki ebből tanul, és valamilyen haszna lesz? Igen, szeretnénk, hogyha a konferencia előadásokat egy jubileumi kötetbe összetudnánk gyűjteni. A konferencia előadásainak az absztraktjai már most elérhetők az IATUR honlapján. Minden évben megjelenik az IATUR konferencia után a saját szakmai IATUR lapja. IATUR a rövidítés? IATUR, igen. International Time Use Research. Tehát van egy saját lapja ennek a szervezetnek, és ott megjelennek a legjobb előadásokból készült publikációk. És főleg az, hogy egymás gondolatait is, hogy így mondjam, megismerik, mert nem mindegy, hogy az előadáson vagy a konferencián az Ausztráliából érkezett küldött mit mond, vagy éppen Angliából, vagy máshonnan. Vagy Malaviból. Vagy Malaviból. Vagy Brazíliából. Mert hogy onnan is jönnek. Bizony. Igen, azt még nem mondtuk el, hogy hol lesz a konferencia. A konferencia az MTA-n lesz. Mármint a Tudományos Akadémián. A Tudományos Akadémián lesz, mind a három napon. Előtte egy workshop lesz, amit a KSH tart, ahol a láthatatlan munka számításával foglalkozunk, és azt tanítjuk meg a workshopon résztvevőknek. Értem. Tehát akkor aktív tanító és résztvevő a Központi Statisztikai Hivatal. Nem akarok én nagyon előre menni a következőig, de feltételezem, hogy ennyi idő után, vagy 40 után lesz következő is. Reméljük. A következő évi konferencia az Washingtonban lesz, utána pedig Japánban, Tokióban. Hogy az 50-et ismét mi rendezhetjük-e, remélem. De hát, hogyha japán szóba került, nyilván jönnek most japánok is. Rengetegen. Jó. Johanna, nagyon szépen köszönöm az elmondottakat. Köszönöm szépen a beszélgetést.